Jó Brodi, a szerkesztő nevében is nagy szeretettel köszöntök minden kedves hallgatót. Ez itt a Hitköznapok, a mikrofonnál Fekete Rita. A boldog mondásokkal fogunk foglalkozni a következő hetekben majd, és ennek a sorozatnak egy bevezető első része az, amit most hallotok, és majd láttok. És dr. professzor Rugási Gyula, az MTA doktora egyetemi tanára, vendégünk. Szervusz, köszöntünk itt a Hit Rádióban. Mm, szervusz, és köszöntöm szeretettel a tisztelt hallgatókat. És hát, hogy mi a bölcsesség az a műsor is, amit veled készítettünk, elég nagy sikernek örvendett a YouTube csatornánkon, most pedig arról fogunk beszélgetni, hogy mi a boldogság, és ennek kedvéért játszottunk be egy dalt itt a hitköznapokban a műsor előtt. Mi ennek a dalnak a kötődése hozzád? Igen, ez én kívánságom volt, utólag is elnézést kérek. Simon Garfunkelnek az egyik nagy slágere, még a 60-as évekből a Bye Bye Love, Bye Bye Happiness, talán úgy folytatódik, hogy Hello, Landli Nész, ugye ebből következik, hogy oda a boldogság. Nos, ez egy átírat ráadásul, még korábbi dalnak az átírata, az Everly Brothers játszotta, azt hiszem őket már nagyon kevesen ismerjük, ez a rendes nevük egyébként, hogy Everly, és tényleg testvérek. Nos, azért bátorkodtam ezt javasolni, hogy némi feszültség oldó legyen a, hát feltehetőleg ugye elvont és filozofikus beszélgetésről, egy olyan világból, egy olyan korszakból, amely sok rossz elmondható, úgy tudnék a beat, klasszikus beat korszak, vagy nem tudom minek nevezzem, egyébként elsősorban a zenével nevezhető, de amely a kapcsolatban meg kell állapítanunk, hogy szemben a mostani teljesen üres és hasfájós világgal át meg átszőtte az öröm. Valami könnyed, valami féktelen állapot, ami azóta tökéletesen kivesző félben lévőnek látszik, legalábbis számomra. Természetesen nem arra akarok kiukadni, hogy akkor az ember tinédzser volt, most pedig hát ugye nyugdíjas, mert <laughs> ez így túlságosan olcsó magyarázat lenne, hanem tényleg korjelenség is ebből a szempontból. De most hát ennyit elővezetésképpen, mielőtt a fajsúlyosabb kérdések elhangzanak, mert hát valljuk be őszintén, hogy a bölcsességről még csak-csak el lehetett beszélgetni úgy, hogy hát kézzelfogható támpontok és viszonylag szilárd alapzatok álljanak rendelkezésünkre. Na no, de hát a boldogság valami roppant illékony dolognak tűnik még akkor is, hogyha a teológia oldaláról, vagy pedig a filozófia oldaláról közelítjük meg. Nyilván most a költészet és az irodalom meg a zene nem játszik szerepet, úgyhogy maradjunk ennél a kettőnél. Úgy várom a, a kérdéseidet. Igen, hát arra vállalkoztunk, hogy a boldogságot valamilyen módon definiáljuk, ha egyáltalán lehet ilyet csinálni a boldogsággal. És hát a kor gyermekeként én rákerestem a Google-ben a boldogság szóra, mert hát nyilván rákeresünk, és hát a Wikipédián azt írták, hogy pozitív érzelmekkel jellemezhető érzelmi állapot, amely a megelégedettségtől egészen intenzív örömérzésig terjed. Most azért is hoztam ide a Wikipédiát ellenpontként, és szeretném, hogyha te segítenél eligazodni abban, hogy mi is a boldogság, és ha ezzel gondolkodunk, akkor már egészen visszamehetünk az ókorban, hiszen az embereket ez mindig is érdekelte, hogy mi a boldogság, mi az öröm, mi a kettő közt a különbség, ki mit tart annak egyáltalán. Természetesen egyébként jó ötlet volt, mélyen jellemző a Wikipédián olvasható definíció. Nem azért, mert butasság lenne távol legyen, hanem egyszerűen azért, mert, mert tipikus, mert jellemző. Egyszerűen, hogyha a ma emberét megkérdezik, illetve nem csak a ma emberét, hanem az elmúlt mondjuk 100-150 év emberét arról, hogy mi is a boldogság, akkor elsősorban valami ilyen válaszsal fog előrukkolni, hogy az valami extravagáns, pozitív érzelmi állapot, amely hosszú távon vagy hosszú távon egyfajta megelégedettségbe csaphat át, és itt a bési tovább ne ragozzuk. Tehát a lényeg kétszer aláhúzva, hogy a boldogság érzelmi állapot, és e tekintetben az érzelmekhez kötődik, mert pedig mindannyian jól tudjuk, hogy kevés illékonyabb és efemerebb dolog létezik éppen az érzelmeknél. Na, mert úgy támad, mint a, mit tudom én, a szél, és ugyanúgy hanyatlik el, halál, vagy tűnik el. Következésképpen hosszú távú és konstans megfontolásokra azt hiszem, hogy végképp nem alkalmas. Tehát, hogyha összevetjük a, azt a, az általat kibogarászott definíciót, vagy definíció kísérletet azzal, hogy hogyan gondolkodott erről az ókor embere, hát legalábbis ugye a számunkra két legfontosabb terület, a Biblia világa, tehát a zsidó világ, illetve a kinyilatkoztatás előtti legmagasabb rendű szellemi állapot, a görögség, akkor a kettő tényleg köszönő viszonyban sincs egymással. A boldogság nem érzelem, a boldogság ennél mérhetetlenül több, mondhatni az embernek egy olyan Ö, ö, nem csak állapota, hanem pozíciója, amely képes őt megtartani a, éppen az efemberi jelens, éppen az érzelmekkel szemben is, és a hétköznapi történésekkel szemben is. Ennek megfelelően, hogyha azt vizsgáljuk, kiindulva ugyebár a ti műsorotokból, amely, sőt műsor sorozatból, amely a boldogmondások elemzése köré fonódik majd, hogy a nyelvileg mi az a kifejezés, ami leginkább leírja a görögül ezt a bizonyos boldogságot, azt látjuk, hogy a, hogy a makariosz kifejezés, a makarisma és egyebek, valamint az a kifejezés, amelyet a filozófia korai korszakában, de ugyanígy Platón is, ugyanígy Arisztotelész is, Ugyanígy a sztoikusok is, akik leginkább, hogy mondjam, barál filozófiai beállítottságok voltak az összes iskola közül, olyan kifejezést használnak, amely mélyen beszédes, és ez az eudaimónia. Az eudaimóniában benne rejlik valami, amit le se kell fordítani, hiszen mindenki érti a jó, jól kifejezés, adverbium és a daimónia, tehát egy olyan állapot, amely, amely hogy mondjam, amely fölött nem rendelkezzünk, maximum azt vagyunk képesek elérni vele kapcsolatban, hogy ö, olyan szövetségesünk legyen, mint ugye Szokratésznek az ő démonja, Daimonja, aki egész életében jó dolgokra instruálta és jó dolgokat csúgott neki. Tehát az eudaimonia, amit boldogság, tehát nem érzelem, ennek megfelelően most már gyorsítsuk, hadd gyorsítsam föl a tempót, mint Platonnál, mint Arisztotelésznél szorosan kapcsolódik két másik fogalomhoz. Az egyik az ifjú Platonnál az areté, az erény, a másik a szofroszűné, a bölcs megfontoltság, a mértékletesség, esetleg még úgy is fordíthatjuk, hogy okosság. Mire irányul ez a kettő? Ugye a, 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 bölcs megfontolás és okosság nyilván valamit vizsgál. Az areté pedig az embernek az az állapota, amely ugye úgy szokták fordítani, hogy a derék, a kiváló ember Arisztotelésznél, amely mértékadó minta a többi ember számára. Nos, amit vizsgál, hogy mondjam, csak ebben az állapotban az ember, persze elsősorban a szófosz a bölcs, ugye ezt nem kell mondani, tehát nem az utca embere, az a jó fogalma. Mi a jó? kiegészítve ezt Arisztotelésznél a valami kicsit hétköznapibb és fogható, megfogható fogalom, hogy mi a jó élet. És ugye a, a jó, az természetesen rajtunk kívüli valami. Az épeszi embernek az antikvitás idején nem jutott volna eszébe saját magában keresni azt, hogy mi a jó és mi a jóság. Ennek megfelelően az sem, hogy mi a boldogság. Nos, természetesen ennek ugye a különböző filozófiai iskoláktól függően különböző megfontolásai és megoldási javaslatai vannak. Összességében véve azt kell látni, hogy, hogy a boldogság egy a lélek vagy morál filozófiai fogalmak közül kulcskifejezés, amely elsősorban a tudással függ össze, tehát aki nem tud, aki nem rendelkezik beavatott tudással, annak fogalma sem lehet, hogy mi az eudaimonia volt, aképpen az visszahanyatlik abba az állapotba, vagy ha jobban tetszik, első mozdul onnan, amit te felolvastál a Wikipedia definícióból, hogy ki van szolgáltatva az ember legalacsonyabb rendű állapotának, vagyis az érzelmek a, az intuíciók játékszerévé válik. Most csak egy nagyon gyors példával a modern időkből, Kantnál tehát ez az aisztészisznek, az érzékelésnek az elméletébe esne, és nem a morál vizsgálna, vizsgálná, hanem az ítélő elő kritikája. Most nem tudom, hogy ezzel jó példát hoztam fel, vagy rossz példát, de minden esetet talán bős kitetszik, hogy nagyjából miről van szó. Na most ugye teljesen nyilvánvaló, hogy a mi kultúránk, még hogyha ez a meghatározás, ez a két vagy három Támpélérűség, tehát görögvilág, bibliai kinyilatkoztatás világa, görögvilág és esetleg még valami egyéb, ami az orientális hatásokat ötvözi a misztériumvallások és a népi vallásosság világa. Szóval ezeket összeadjuk, akkor azt látjuk, hogy egy valamit átörököl a, 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 a immáron a bibliára alapozott, ha tetszik, filozófia krisztiána keresztény filozófia vagy keresztény köntösben zajló filozofálás, és ez nem más, mint a jó fogalmának a megtartása, mint a boldogsággal kapcsolatban a jó fogalmának a definíciója és körülírása. Mi tehát a jó? Nyilvánvaló, hogy itt, ebben a világban a, a jónak már kapcsolódnia kell ahhoz, amit ugye a názereti Jézus úgy fejez ki, egyik, egyik fiatalembernek, aki megszólítja őt, hogy nem is tudom, hogy fiatalembered, de mindegy, hogy jó mester, és kikéri magának, hogy ő nem jó mester, mert a fogalom foglalt. A jó az kizárólag az egy és örökké való Istenre, tehát keresztény fogalmaik szerint az atyára vonatkozik. Ennek megfelelően minden jó definíció, vagy minden boldogság definíciónak, amely a jóval kapcsolatos, eme legfőbb lényhez kell, ugyebár kapcsolódnia. Bekapcsoltam a, a szörnyűség, a, vagy megkerestem a mobiltelefonom az első Zsoltár Héber szövegét, de most ezzel sem húzzuk az időt. Én lényeg az, hogy a sréhá is boldog az az ember, aki, és elmondja, hogy ki a boldog ember. Az a boldog ember, aki aki mind morális, mind a törvény előírta a halákhikus értelemben, mint pedig az élet szabálya értelmében betartja azokat a micvákat, amelyeket a Tóra rögzít, és amelyeket ugye a Szentírás, meg a Profitai Korpus és egyebek előír. És nem, nem, nem ül bele a csúfolódók székébe, és noha a csúfolódás, így a, a létsz, nem szerepel a, a, a Tórában rögtön, vagy direkt érvényjel, hanem azt az utat járja, amely őt ö, ugye, sajátos értelemben fogalmaz, kicsi metaforikusan, ha szabad így fogalmazni, a, a Biblia morálfilozófiai nyelve. Ugye az egyik az éppen itt itt tűnik fel az első Zsoltárban, hogy az ilyen ember, az nem lesz olyan kemoc, mint a pejva, amelyet fö, elfúj a szél, hanem annak az embernek, és az, súlya lesz, ugye ez a kavóda, a kavédjak, súlya lesz, a boldog embernek súlya van, mert nem fújja el a, az érzelmek, az efemer dolgok szelle, és a másik, ami kiegészítésképpen hadd tegyem hozzá, nem, nem szeretnék sűrűen hivatkozni, most majd az eljövendő sorozatnak a programja lesz ez, a 73. Zsoltár vége, vagyis, hogy az ember megmaradjon Isten közelség. Ez a két kulcsfogalom tehát, a és a karév, gyök, vagyis annak lesz súlya, aki minél közelebb van az örökkévalóhoz, és akinek súlya van, az elmondhatja magáról, most nagyon leegyszerűsítve persze, az első Zsoltár példája alapján, hogy igenis boldog ember. És ebben a tekintetben, hogy az Eudaimónia és a Makarios között már elég nyilvánvaló határok húzódnak, de nem áthághatatlan határok és még valamit innen, hogy ez a szemléletmód végig, végig, végig egészen a felvilágosodás koráig uralja a boldogságról való gondolkodást az európai filozófiában, és nyilván a teológiában is, de most maradjunk a filozófiában, a jónak, és most már nem akármelyik jónak, hanem a summum bonumnak, a legfőbb jónak Istenhez kötöttsége az, amelyhez mérik a boldogság fogalmát, és nem pedig ahhoz, hogy a, mondjuk az ifjú ember legyen bár férfi vagy nő, érzelmileg most milyen elkötelezett állapotban van, és eszemágában sincs gonyolódni, csak mondom, hogy kétségtelen ez egy felspannolt állapot, és irigylésre méltó felspannolt állapot, ez a bizonyos érzelmi állapot, amit a legtöbb nyelv nem is nagyon képes distingválni szeretet versus szerelem, adott esetben nincs külön szórá, vagy összemosódnak. Magyarul éppen nagyon jól elválaszthatóak, főleg pedig hát mindenki látja, hogy ugyanabból a gyökből származnak. Ez egy kivételes, mondhatni ünnepi pillanat, de pillanat, FMR pillanat. A konstans, a megtartó érvényű boldogság az, az a platformhoz, vagy fundamentumhoz kötődik, amelyről az imént beszéltem. Mondom, Másfél, de hát mondjuk egy és negyed évezreden át az európai kultúrában, mármint a nyugatiban természetesen, most maradjunk a saját fertájunkon. Nem tudom, remélem, hogy világos volt, ahogy világos megközelíteni. És... Tehát az Eudaimoniától a, a makarios állapotig eljutni sokkal könnyebb volt, mint most, a mostani általat felolvasott érzelemre pszichologizáló, vagy nem pszichologizáló, tehát érzelemre alapozott definíciókból visszatalálni oda, ahonnan kiindultunk. Ezt azért állapítsuk meg. És az örömre és az érzelmekre való utalásnál, akkor azt el lehet mondani, hogy még egyel alább van, vagy még az alatt van az, amikor azt gondoljuk, hogy a vágya kielégítése a boldogság? az általad is nyilván jól ismert filozófiai iskola, az Epikúreus, és különösen maga a tanítómester Epikúrosz, ugye bár a, és ez a közkeletű élekedés. a boldogság epicentrumaként a hédonét határozta meg. Igen, ám, de innentől kezdve, hát hogy mondjam, a vulgáris okoskodás nem túl sokat mondó két dolgot hagyjegyezzek meg. Az egyik az, hogy a uh, epikoros számára is, miként más filozófiai iskolák számára, talán Demokritos ismerős, a világ nem elég, mint Atomok játék a konfigurációja, esetlegesség, a tetszik kontingencia. Ha már így áll a helyzet, mondja Epikuros, akkor próbáljuk meg a legnagyobb élvezettel élni az életet ne hasvályos módon. Igen, ám, csak hogy ez a Hedoné vagy Hédoné, hogy pontosan ejsem idani, ez nem arra vonatkozik, amire ma kizárólagosan értjük. A hedoni katekinéton a mozgás szerinti élvezet az maga a filozófia. Na tessék, ugye? Következésképpen a vágy kiélés vagy kielégítés, mert eléggé freudi ízű fogalom így, ahogy szóba került, az, az, hogy mondjam, kicsit eltávolít innen, de kétségtelenül van benne valami, hogy a Freudi analízisnek és a Freudi életműnek az egyik oldala kerül mindig. Hogy nagyon rossz dolog frusztráltnak lenni, a vágyakat elfolytani. Ugye bár, erről beszél Freud. Erről szó sincs. Tehát a frusztráció és az elfolytás mikéntjéről hogy ö, ö, jobb dolgokat kibeszélni, mint mindig csak bollogatni, meg hasonló. Csak a másikról, hogy hogyan fest az, amikor ugye a vágy kielégítés kerül az érdeklődés epicentrumába. Erről egyébként, ö, erről a műfajról, hát nem tudom, hogy létezik-e olyan filozófiai iskola, amely előkelő módon vélekedett volna. Nyilván az egy nincsét nem számítva, de ő sem így. Nietzsche ugyebár bár öm, Schopenhauer alapoz elsősorban a vágy és a fájdalom, a kielégített és kielégítetlen ösztön, a, a kielégítetlen ösztön által ö, létrehozott, mert így jön létre, ugye nietzsche nél a lelkiismeret és egyebekről beszél, ezek nagyon van teoretikus dolgok azért ahhoz képest, hogy az, az egyszerű ember, vagy az utcemberek gondolkodik. Nem. Összességében véve itt azt hiszem, hogy a határvonalat az előbb pedzegetett bítkorszak jelenti. Most mindegy, hogy kikhez kötjük, tehát a bítköltőkhöz, nem tudom, hogy ezek a nevek mondanak-e valamit, hogy, hogy Ginsberg, Karzó, Ferlingetti, Keroak és egyebek. Hát ugye részben költőkről, részben írókról van szó, vagy Salinger és hasonlók, sőt, már elődei ennek. Inkább a zene az, ami ugye példaként sokat mondó. Láttam, hogy ez, ez, a világ, ez az ösztönvilág hirtelen kitárult és felszabadult. Gyakorlatilag ez az, ami megalapozza ennek a kultúrának a minek nevezzen boldogság fogalmát vagy életérzését, de amilyen mértékben a 60 években, amikor ez tényleg forradalom volt, kitárult és felszabadult, olyan mértékben égett ki és vált, hát milyen a kiégett ember. Szóval nem tudok jobb kifejezést rá. De a forradalom nem tartott örökké. Permanens forradalom elméleteit ismerjük a francia forradalom teoretikusaitól kezdve mindmáig, de egy forradalom örökké, állandóan az már nem forradalom, az már csak, csak paródiája az egésznek, vagy pedig torsztükre, vagy nem tudom, minek nevezem. Így és ennek megfelelően, mert ez nem sok teoretikus érzék szükséges, hogy a bítkorszaknak ezt a bizonyos fölszabadító ideológiáját és hatását mérlegeljük. Ezt akár még pozitíven is föl lehet fogni egy bizonyos szintig, de mondom, nagyon hamar kiégett, és utána ismételve önmagát nem nagyon következett más. Tehát konzervatív fordulat, bármennyire is szeretik használni ezt a kifejezést a mai politikai életben. Konzervatív fordulatnak ebből a szempontból híre hanva sincs, nem is lehet. Konzervatív fordulathoz szükséges valami olyan morális, szellemi bázis, amit a lózungok alig helyettesítenek. Ha a zsidó nyelvet nézzük, akkor az áldott fogalma, tehát az áldott szó és a boldogság szó mennyire van összefüggésben egymással? Hát nyilvánvaló, hogy az előbb emlegetett példa az első ö, Zsoltár kapcsán, lásd ugye az Áser nevet, nagyon szép beszélő név, tehát ha valaki ezt hordja, akkor, 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 minden nap, ha megszólítják, akkor, hogy is mondjam, csak prognosztálja és előírja magának. A három pont nem folytatom. Azt hiszem azért, hogy, hogy a báruk, tehát a bárak gyöke kisé több és kisé hogy mondjam, kiterjedtebb jelentős mező, jelentésmezővel, vagy jelentéstartományjal bír. Tunnelik. Senki nem ö, ígérheti meg, és senki nem irányozhatja elő azt, hogy ö, bár hát te, te áldott vagy, akkor több boldog is vagy. Előfordulhat az, hogy ö, nyomorúságos életeket szemlélünk, Persze csak mindig az ünnepi pillanatokat rögzítve a Bibliában. Ilyen kedvenc példám ezzel kapcsolatban, ha szabad. Ugye Jákob, amitől a pillanattól kezdve, hogy elveszítette -a, a kettő közül, vagy a négy közül kedvenc feleséget rá, sosem mondta magát boldognak, igaz, hogy az előtt se, csak akkor sejteni lehetett, hogy kicsi más a helyzet. Amikor ö, ö, az öreg. <hül> Jákob odáll a fáró elé, ami ugye szinte elképzelhetetlen abszurditás a történelmi ismereteink birtokában, de tegyük föl, hogy mégis. A Biblia nem hazudik, odáll a fáró elé, és megáldja a fáraót. Akkor érdekes módon ezzel a fáró fel nem tiltakozik. De hát nem küldi ki, hogy ugye hagyjál már békén. Az áldást minden épeszű ókori ember, és bármelyik nagykultán az azt, hogy mondjam, nem csak hogy örömmel veszi, hanem két kézzel kap utána. De nem erre akartam kilukadni, hanem arra, hogy ott, amikor miközben megáldja a Jákob a fáraót, elkezd panaszkodni, hogy hosszú nyomorúságos élete, vagy vándorlásom éveinek száma, nem érte el őseim vándorlása éveinek számát, stb. 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 Magyarán szólva, ha akkor megkérdezték az öreg Jákobot, hogy boldog-e vagy sem, akkor valószínűleg, hát pedig boldog volt, viszont látta a fiát. De a nyomorúság, az öregség, az elesettség, a halál közeliség és egyebek, egalább. De nem ez a fő szempont, hanem az a fő szempont, hogy ebben a pozícióban a Biblia Istene, Isten valami mást látott, de egy nagy életet látott itt megnyilatkozni. Nem tudom, világos a példa. És ebben, ha a, az örökkévaló a Biblia Istenem, az, az atya nagy életet lát megnyilatkozni ilyen pozícióban is, akkor feltételezzük, hogy az illető áldott, ugye bár, és tudjuk is, hogy az. Ugyanakkor ez a bizonyos boldogság, ez, hát természetesen ismerjük azt, hogy egy jó exegét az érvel és mondja, de most ne próbáljunk meg ezzel visszaélni, Valószínűleg ez a kérdés, ez, ez így, hát hogy is mondjam, csak vagylagos, ingatag, ha szabad így fogalmazni. Na, szumma-szummárom úgy tűnik, hogy az áldott állapot és a boldogság, vagyis az, az áldott állapot stigmája és biztos mércéje az, hogy az ember hogyan viszonyul a kinyilatkoztatott igéhez, és hogyan viszonyul a mindenható személyéhez, hiszen itt személyes viszonyról van szó mindig, azóta és most is. Az öröm állapota, a boldogság állapota, az viszont szuverén. Az az enyém, abban nem szólhat bele senki, illetve hát persze bele szólhat, de végsoron én ítélem meg. Nem lehet helyettem egy arkangyal, vagy a mindenható boldog. Ugye, bár hát ez teljesen természetes. Ennyi szuverenitást, az ember, ugye több szempontból dokumentálhatjuk ezt, kapott akaratától kezdve. Hát egy ilyen sarkalatos, nem tudom minek nevezzem, hát Aretének erénynek aligha görög módra, hát nevezük állapotnak ugyebár, nevezük jó esetben konstans állapotnak, megelégedettségnek, szóval ez a bizonyos boldogság, ez a tiéd vagy az enyém, vagy nem az. De összességében véve úgy tűnik, hogy világosan megvonhatóak a határok, vagy világosan kiterjedtebb az áldottság fogalma a boldog állapothoz képest, még akkor is, hogyha ezek azért jó részt korrelálnak természetes módon. A műsor elején céloztál rá, hogy a mostani korban, nem tudom pontosan idézni, de nem szokás az öröm, vagy az a fajta felszabadultság. Mit gondolsz, mi a véleményed, hogy ennek milyen okai vannak? Hát a magyar nyelv és a magyar kultúra ebből a szempontból különösen beszédes. Ugye nem akarom azt állítani, az azért urzás lenne, hogy milyen depressziós kultúráról van szó, vagy milyen pessimistáról, de alig-alig vannak szavaink az öröm kifejezésére, és alig vannak szavaink a másik megbecsülésének a kifejezésére. Az az ember szemérmesen elhallgat, amikor ezt szóvá kell tenni. Míg az ellenkezőjét kell. Hát ott ugye fölszabadulnak a zsilépek, és nem kell mondani, hogy mi minden áll eszköztárként rendelkezésünkre. Ez, ha másról nem arról, mindenképpen árulkodik, hogy, hogy a korunk embere, vagy a közép-európai ember, vagy a magyar ember, hát ez is persze általánosítás, amit ebből érzékelünk és átlátunk, borzasztóan asszimetrikus lény. Tehát, amilyen mértékben ö, ö, az érzelmeire hárít, a hárítás, hogy freudi fogalmat használom, olyan mértékben egészen parttalanul képes megnyilatkozni, ami mértékben viszont a pozitív érzelmeire, mondjuk így a szeretet különböző megnyilatkozásaira kell, ö, 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 hogy is mondjam, csak támaszkodnia, vagy azt kell kifejeznie, akkor viszont roppant szegényes kultúra áll, vagy nem tudom, minek nevezem, nyelvezetés kultúra áll rendelkezésére. Ebből a szempontból azért nyilvánvaló törésvonalnak tűnik számomra az, hogy amit olyan sokszor kárhoztattunk, hogy a, az intranzigens keresztény eszmék, és tényleg sok kárhoztatni való van rajta, a vallásos nevelés, meg egyebek, hogy annak a bigot része, az persze még inkább leszoktatta az embert, mindent fogytsál magadba. De minden esetre elemi szinten mégis megtanított arra, hogy a jót jónak nevezzem, és a rosszat meg rossznak, míg a mai világban erre vonatkozóan ilyen disztinciók nem nagyon állnak rendelkezésünkre. Az, hogy valósítsd meg önmagadat, és érvej, ha a világ fejletetejére áll, is, ha te igazad mellett, mindegy, hogy mennyi ökörséget halmozol, és mennyire vagy agresszív, ez ez nem, nem, hogy mondjam, követhetetlen modell. És ha már itt tartunk, akkor, akkor próbáljuk meg a, ezt a boldogság fogalmat az eredetén, meg a szubbónum és minden egyebek mellett, meg az áldottság mellett bágyazni egy másik nagyon fontos kérdéskörbe is, és ez nem más, mint a, minek nevezem, az edukáció, a pájdeja, a bildung, a nevelés. A nevelés ugyanis nem kizárólag az, amit az ember az iskolában kap, fenyítésképpen, vagy dicséretképpen, hanem a nevelésben szervesen beletartozik az, hogy az ember képesse önmagát is trenírozva felnőtté válni, vagy sem. Ugye elvárható lenne, hogy a felnőtt ember az úgy, hogy több ókori iskola is tanította, csak úgy a sztoikusok, mint az epikureusok, Valaki valamiféleképpen eljusson az ítéletalkotásban és, és a fontos morális érzelmi döntések tekintetében is, egyfajta apet helyáig, illetve a másik iskola nyelvén ataraxiáig. Tehát, hogy kiiktassa a primér emócióit, az érzelmeit, és próbáljon meg józan végig felnőtt emberként gondolkodni. A Bibliában a felnőtt embernek van súlya, ugye? Vagy nincs, és ha nincs, akkor ebből az következik, ami. Tehát most, százezer példával lehetne illusztrálni, nyilván a fal nélküli város a legszebb vonatkozóan. Az van magán uralkodni nem tudó ember, és ez ugye a hétköznapokra vonatkozik. Mennyivel inkább vonatkozik akkor, amikor nagyon fajsúlyos döntéseket kell hozni magánéletileg, politikailag, bánom is ilyen, közügyek tekintetében. Ha ott az érzelmeire utalja magát az ember, 99 hogy hogy rosszul fog dönteni, vagy olyan kalamaikát indít el a környezete és a maga életében, ami aztán vagy visszavonhatatlan, vagy nagyon nehezen állítható helyre. Ugye ezek a most felmerülő kérdések látszólag nagyon távol visznek bennünket az eudaimóniától és a makári állapotig, tehát a boldogságtól, de valójában nem. Valójában ő, úgy kell tekinteni erre, vagy úgy gondolom, akként kell tekinteni erre, hogy ez az állapot, ez egyfajta fundamentum arra nézve, hogy az ember az ilyesmit képes végrehajtani, vagy nem képes végrehajtani. És ráadásul, ugye, bár ugye ebben a tekintetben a, a gerón, az, az öreg, ugye, aki az antikultúrákban is, meg a, a természeti, úgynevezett természeti kultúrákban is mindig kitüntetett pozíciót és tiszteletet visz, illetve övez. Ugye köznevetség tárgya, és valljuk be férfiasan, hogyha valaki fiatalon szamár volt, akkor miért gondoljuk azt, hogy öregen, bölcs ember, szofosz lesz belőle? Hát nem. Az idő múlásával? Csak azért, mert megöregedett. Tehát lássuk be, hogy azok a javak, amelyeket ebben a tekintetben fölhalmozunk, azokat egész életen át halmozzuk föl, és a szamárból csak szamár lesz, Hogy csak valami csoda nem következik be. No, tehát a dolog két oldalú, magyarán a öregek meg nem becsülése, és a, a valódi tekintés és a valódi tisztelet hiánya, illetve nem megléte, azért kéz a kézben jár, mind a két oldal hozzá teszi a magáit. Jó, ez most egy kicsit elkanyarodott a mostani megjegyzés az eredeti diskurzusunk tárgyától, de hát mondom, eléggé partalan maga a boldogság fogalma is ahhoz, hogy, vagy, hogy ezek a kis csúszkálások ne férjenek bele. Hát illetve ahogy te is mondtad, szorosan hozzá tartozik, mert az, hogy az ember milyen döntéseket hoz az a sorsára is hatással van, és nyilván arra is hatással lesz, hogy az élete végén, ha visszanéz, boldognak, vagy nem tudja boldognak mondani azt a pályafutást, amit befutott. Magától értetődik, hogy elfelejtettem megemlíteni egy nagyon fontos, szimbolikus állomást, amikor Ágoston és Szent Ágoston Augustinus megtért, 387-88-ban vagyunk, pár hónappal később egy barátjától Mediolánum, azaz Milánum mellett egy birtokot kapott, már nem ajándékban, hanem hogy ott, ott meghúzza magát, és ott hát töltekezzen szellemileg is. barátaival együtt szabályos platóni dialógusokat folytattak, és ezeknek a dialógusoknak a lenyomata, az úgynevezett kassziciákumi dialógusok, olyan írások, amelyek közül szerintem a mi lehet a, a de libero arbitriót, mondjuk a szabad döntésről, akaratról, vagy a kontra-akadémikuszt általában ismeri a, a, a tisztelt közönség, ezek egyike a de beata vita a boldog életről. És ugye itt világosan kiderül, hogy Ágoston, mint főleg a platonikus beütéssel, habár még ugye nagyon neofita, nagyon zöldfülű neofita, és ennek megfelelően vadul filozofál, de egy dologban teljes mértékben kereszténynek mondható, hogy a beáta vitát, a boldog életet azt úgy képzeli el, hogy az minél inkább Isten közelségben zajlik, annál biztosabban alkalmas arra, hogy az embert megtartsa ebben a bizonyos boldog állapotban, és nem csak boldog állapotban, hanem abban az állapotban is, amiről az első Zsoltár kapcsán beszéltük, hogy ne fújja el a szél, hogy legyen súlya az egyéniségnek. Természetesen tisztában vagyok vele, hogy ezt nem csak a zsidó keresztény, minek nevezem, hit vagy világnézet képes megalapozni, ez így ebben a formában nem igaz, de hát mi így gondoljuk, ez az elsődleges preferenciánk. Akármilyen kultúra alapozza is meg, biztos, hogy nem a, a, a másik ember lábbal taposására és egyebekre helyezi a hangsúlyt, hanem, hanem, olyan értékekre, amelyekről a, a Római Levél második fejezete, mint valami egyetemesről tesz tanú ugye a kinyilatkoztatások nem ismerők számára való kinyilatkoztatásról, tehát összességében véve valami univerzális törvényről, ami visszavezet bennünket a, a Noachi bár nagyon nehéz azokat exakt módon elképzelni. tehát az ember úgy van megkonstruálva, hogy, hogy, ennek az emléke, ennek az élménye, ennek a, vagy ennek a közelségnek a vágya valahogy bele van plantálva összességében véve, független attól, hogy ismeri a kinyilatkoztatás, vagy sem. Következésképpen ö, nyilván ö, a, a, boldogság fogalmát is valami az iménti túl emelkedő univerzális, já, univerzálisként vagy univerzáliaként képzelem el, hogy ennek megfelelő az iránta való vágy és igény is, független attól, hogy az ember az utcán nem úgy jár, kell, hogy Közben folyamatosan egyre exaktabb definíciókat gyárt arról, hogy mi is a boldogság. Nehéz is lenne egyébként. Tényleg nehéz. Az időnk sajnos letelt. Nagyon szépen köszönjük, hogy itt voltál, és mindezt elmondtad. Én nagyon élveztem, és szerintem nagyon elgondolkodtató, és bízok benne, hogy. Többek fognak gondolkodni velem együtt tovább ezen a fogalmon, akár az utcán járva is. Dr. Professzor Urgási Gyula, az MTA doktora Egyetemi Tanár volt a vendégünk, arról beszéltünk, hogy mi a boldogság, és hát most a tekérésedre glaktól a Boldog Lelkek Táncát fogják meghallgatni a kedves hallgatóink. Köszönjük szépen! Én is köszönöm a figyelmet, viszontlátásunk!